világ abba az irányba tart, hogy szép lassan a nyugat beszivárog majd Bangladesbe, Indiába, mindenhova, és tönkreteszi az ott kialakult életet a saját filozófiájával és ideológiájával. Nem azt akarom mondani, hogy az, ami ott van, tökéletes, de az, ami itt van, az katasztrofális, az a társadalom végét jelenti. Meg kell értenie mindenkinek, hogy a fejlett nyugati társadalmak az utolsó fázisban vannak a kihalás előtt. Az a probléma, hogy létrehozzunk olyan generációkat, akik saját magukat, az egyének saját magukat helyezik a központba. Lehetetlen egy társadalmat megtartani úgy, hogyha az egyén áll a középpontban. Ezért voltak azok a szigorú törvények a múltban. Hogyha visszatekintünk a történelembe, láthatjuk, hogy milyen szigorúan büntettek bizonyos bűncselekményeket. Mert a közösséget helyezték előtérbe, nem az egyént. Ha az egyént helyezzük előtérbe, akkor lehetetlen hosszú távon fenntartani egy működőképes társadalmat. Mert a közösség érdeke mindig felül kell, hogy írja az egyén érdekeit, különben nem tud fennmaradni a közösség. Az egyén pedig semmiképp nem tud fennmaradni egyedül, mert szüksége van a közösségre. De ha mindenkinek az érdekét figyelembe akarjuk venni, meg a véleményét, meg az elképzelését, meg a tervét, meg a vágyait, akkor nálunk Magyarországon 10 millió különbözőféle rendszert kellene kialakítani, ami lehetetlen. Ezért volt az a múltban, meg ezért van az ezekben a társadalomokban, mint Banglades, hogy az emberek megértik, hogy mit jelent az, hogy áldozatot kell hozni, mint például annak a gyereknek, vagy felnőttnek, vagy családnak, meg mindenkinek, annak érdekében, hogy működjön az a társadalom. És lehet, hogy szegénység van, ahhoz képest, azzal a szemmel nézve, ahogyan mi látjuk, vagy ami itt van. De az életben nem az elsődleges szempont a kényelem, a boldogság, az önmegvalósítás, meg az önszeretet, amiről mi beszélünk oly sokat. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek nélkül is nagyszerűen elvoltak a társadalmak korában. Lehet, hogy nem éltek olyan nagyszerű kényelemben, mint amilyenben mi élünk, de a kényelem nem jelenti azt, hogy jobb lett a helyzet. A kényelem kiöli az emberből a vágyat arra, hogy jobb akarjon lenni, hogy tenni akarjon, hogy tegyen azért, hogy saját magát meg a környezetét jobbá tegye. Minél kényelmesebb a helyzetem, vagy az életem, a körülmények, amiket kialakítottam magam körül, annál kevésbé akarok változtatni azon, ezáltal annál kevésbé akarok változtatni magamon, hiszen a változás magamban kezdődik el. Érti most már mindenki, hogy miért mondom azt, hogy befellegzett, hogy vége ezeknek a társadalmaknak, amiben élünk, ezt nem lehet visszafordítani. Ezekből az emberekből, akik 16 évesen azt hiszik, hogy ők megtehetik ezt, és megtehetik valójában, hogy az utcára mennek, és kritizálják a felnőtteket, vagy az ő saját vezetőiket, ezekből nem lesz soha olyan társadalom, amely képes túlélni. Ezek mindig csak arra fognak gondolni, hogy mi van velük. És ennek a gondolkodásmódnak a csúcsa az, hogy nem is akarnak majd gyereket az emberek, mert úgy vannak vele, hogy az csak egy probléma. És ez a gondolkodás begyűrözött ide hozzánk is, arról nem beszélve, hogy egyéb események szintén ezt megnehezítik, így tehát a társadalom meg fog állni, mert nem fognak akarni gyermeket az emberek, és ha nincsenek gyerekek, akkor annak a társadalmak harangoztak, hiszen nincsen következő generáció. Szóval sokkal messzebb megy az, amiről beszéltem, mint csupán az, hogy a gyerek kényelmes, vagy nem, vagy veszélyben van, vagy megégeti magát egy olyan, mit tudom én, milyen csővel, mint az ott. A nehézség az, ami az embert emberré teszi, mikor felnő. Küzdeni akarást alakít ki benne, kitartást, vágyat arra, hogy jobbá tegye a környezetét. De attól tartok, hogy van ennek egy természetes körforgás, amit nem lehet megállítani. És mi elindultunk egy olyan lejtőn, ahonnan nincsen visszatérés. Tartsa mindenki észben az előző videót, amit megmutattam. Nálunk az a probléma, azért tüntetnek ezek a senkiháziak, mert itt van, ahol szünetben telefonozhatnak a diákok, máshol az okosórát is elveszik. Így néz ki az iskolai mobiltiltás a gyakorlatban. Iskolánként változik, hogyan oldják meg a mobil használat korlátozását, olvasóink tapasztalatai alapján próbáljuk bemutatni, hányféle megoldást alkalmaznak az egyes intézményekben. Azon kívül, hogyha tanulásra vagy oktatási célokra használják a mobiltelefont, minek egy gyereknek mobiltelefon, én meg se tudom ezt érteni, hisz felnőttem én, nagyanyám, az előző generációk, meg sok más millió ember a világon, anélkül, hogy lett volna mobiltelefonunk. És érdekesnek találja az bárki, hogy minél kényelmesebb az élet, minél nagyobb luxusban élünk, annál többet panaszkodnak az emberek ilyen pitiáner dolgok miatt, ami csak mutatja, hogy milyen az ember maga. Csak meglátjuk azt, magunk körül, a társadalomban, hogy milyenek vagyunk valójában, hogyha az életünk mentes mindenféle nehézségtől, harcol meg küzdelemtől. És mindazok számára, akiknek nyitva van a szeme, azt hiszem, hogy ez egy ijesztő dolog kell, hogy legyen. Ilyenek vagyunk, ilyenné válunk, hogyha szabadjára engedjük az embert egy kényelmes környezetben. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az Infobubble.hu, illetve a Yahuah Útja.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahuah Útja Egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Info Bubble, illetve Yahuah Útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!